Jó estét kívánok, kedves nézőink! A négy szem közt mai vendége Kőni Ferenc Sóskút polgármestere. Köszöntöm a stúdióban. És nemrégiben kinyitottam a Sóskuti újságot, rengeteg friss, aktuális hírt találtam a szomszédos településről. Többek között az egyik, ez a Sóskuti iskola emeletének építése volt, amely, ha jól tudom, akkor egy egész hosszú folyamatot előzött meg, illetve sokáig tartott. Hát maga a beruházás nem olyan sokáig, de azért engedjék meg, hogy az új év alkalmából is az, hogy először találkozunk ebben az évben, mindenkinek, az összes tévénézőnek kellemes és boldog új évet kívánok, és az egész szerkesztőségnek. Gondolom ráfér mindegyikünkre, főleg ebben a választási évben. Valóban egy hosszú folyamat volt, hiszen a gyermekeink már nagyon régen, évek óta a polgármesteri hivatal tudtával és beleegyezésével ugye a polgárok házába költözött, ma ugyanár a kultúrházba. Ez nem volt a legjobb megoldás, ezért kellett kitalálni azt, hogy hogy tudnánk megépíteni ezt a újabb bővítést, és hát hosszas tervezgetés és találgatás és különböző utánjárás után kitaláltuk azt, hogy mivel a tetőt amúgy is cserélnünk kellett volna, hiszen elég rossz állapotban volt, ezért a tetőteret építettük be újabb 4 tanteremmel, összesen 11 teremmel bővültük, ebből 4 teljes értékű tanterem, a többi különböző felzárkóztató, továbbképző és különböző csoportoknak csoportszobák vannak benne. Így olcsóbb is volt, hiszen megúsztunk egy tetőcserét, és egyből felépítettük ezt az iskola bővítést, ami már nagyon hiányzott, hiszen több osztályunk, jelen pillanatban a legkisebb három osztályunk az a kultúrházban tanul. És hát egy művészeti iskoláról is szó van, ahol gondolom a művészeti oktatásnak is tantermeket, helyet kell biztosítani. Hát igen, valóban egy művészeti iskola, és azért tudomásom szerint önöknél is voltak már a gyermekeink, akik országos első helyezést értek el. Most bővítettük színházzal, különböző tánccsoportokkal, tehát egyre bővül ez. Valóban így van, ezért van még az a terveinkben, hogy ebbe az évbe az összes nyilázáró cserével és felújításokkal, valamint a hőszigeteléssel kapcsolatban, és egy újabb terem, ami magában művészeti oktatásnak lenne egy terme, egy rajz és egy ilyen különböző művészeti oktatásra alkalmas termet még hozzáépítünk jobban, vagy lapos tetőt építünk ezzel be. A Sóskuti újságban nagyon sok olyan hírt olvastam, ami az érdieket is érintheti. Többek között ipari park, M7-es lehajtó, felhajtó építés, stb. Kezdjük akkor sorjába ezeket a beruházásokat. Ami az érdieket, főleg az Érd újtelepi részén élőket érintheti, illetve a Biatorbágy felé közlekedőket, az az M7-es Sóskuti lehajtójának megépítése, amely egyelőre Budapest felé lesz majd igénybe vehető. Így van, tehát a Sóskuti a 8104-es, ami Érdet és Biatorbágyat köti össze, ez össze lesz kötve magával az autópályával, de csak a Budapest felől és Budapest felé lehet menni, tehát egy fél lehajtó lesz jelen pillanatban. A tervek kész vannak a teljes értékű csomópont kiépítésére, de ez egy későbbi folyamat. Jelen pillanatban ez a 800 millió forintos beruházás zajlik, a földmunkákat elvégezték a 95%-ban ősszel, közműveket ki kellett váltani, tehát vízvezetéket, gázvezetéket, egyebet, ez kész van. Tavasszal, ahogy most az idő megengedi, akkor az útalapot elkészítik, és utána az aszfaltozás. Megítélésünk szerint a vállalkozónak is az az érdeke, minél előbb át legyen ez adva. Októberi határidő a vége, de én szerintem nyár végére ez a lehajtó meg fog épülni. Hát itt tárgyalunk valóban az érdi vezetőkkel, a polgármester úrral, azzal, hogy és a főleg abban, hogy Érdnek is nagyon neuralgikus pontja a Bajcsy-Zsilinszky út és az M7-es lehajtó. Mind a forgalom nagysága, mind az összetétele miatt. Ezért megkerestük országgyűlési képviselőnket, Keller Lászlót is, hogy támogassa azt az ötletünket, hogy vagy egy speciális matrica, egy ilyen elővárosi matricát, vagy egy agglomerációs, teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, vagy azt, hogy a fizetési díjhatárt, hiszen az érdi lehajtótól ez a lehajtópont egy olyan 2-3 kilométerre van. Na most magában ugye az érdi forgalmat is ismerem, én is sokszor járom ezen az úton személyesen, ezért tudom, hogy milyen nagy a forgalom. Ezért szeretnénk azt, hogy az érdi utakról az átmenő forgalmat és a teljes teherautó forgalmat letiltani, hogy ne tudjanak a városba bejönni, hanem letküldenék erre az útra, ami ugye a településeket elkerüli. De hát ebben mondom, még tárgyalunk, és a minisztériummal is nem tudom, hogy fogják ezt venni, hogy a díjhatárt letolni, vagy egy speciális matricát bevezetni, hogy Érdnek is ez tényleg egy megkönnyebbülés lenne, hiszen pont amikor itt voltak a megbeszélések, akkor volt egy halálos gázolás iskola előtt, ezen az úton önöknél iskola van,
ezek a területek, ahol ez az út átmegy, ez ipari terület, meg lakatlan terület, tehát külterületek, nem zavarna senkit a forgalom, én azt hiszem, hogy ez egy felvállalható dolog lenne. A másik jelentős beruházásunk az, hogy az ipari park címet megpályázták, a vállalkozások meg is kapták nálunk, ez azt jelenti, hogy néhány éven belül 500 munkahelyet kell létrehozni. Hát a csarnokok azok épülnek, szinte hetente újabb-újabb csarnok jön, és ahogy látom bent a építési osztályon, hogy hetente adnak újabb engedélyekre kérelmeket be, tehát ez azt jelenti, hogy ez meg is fog, látásom szerint meg is fog valósulni. Ez érintheti inkább Érdet abból a szempontból, hogy az érdi lakosoknak is, hiszen ma is már nagyon sokan dolgoznak Érdről, Sóskuton, Sóskut ipari területeken, ez a következő években még fokozottabban elő fog jönni, hiszen ennyi végzett és akármilyen cégeknek szükséges munkaerőt nem tudjuk biztosítani, tehát a környező településekről kell majd toborozni munkaerőt, ami könnyebbség is, hiszen azért Sóskut felé ma még a közlekedés nem olyan problémás, mint Budapestre bejárni, és ezek a cégek azért nem fizetnek olyan rosszul, hogy ne érné meg. Jelen pillanatban is tudomásom szerint egy világcég keres nálunk 24 olyan középvezetői dolgozót majd tavaszra nyárra megnyíló depójába vagy központjába, ahol dolgozhatnak akár fiatalok, pályakezdők is, hiszen ő nekik az a fontos, hogy egy számítástechnika és egy-egy világnyelv ismeretével jöjjenek el, és akkor közép-európai teret ők fogják intézni, ők fogják az árut teríteni, ők szerzik be az árut, tehát egy nagyon látványos dolgokat is csinálhatnak, és azért egy világcégnél, hogy kitanulják a szakmát és az egészet, akkor azért nem megy hátrány. Meg az, hogy közel van Érdhez. Körülbelül mekkora ez az ipari park? Ez az ipari parkban 50-70 hektár közötti, most már azért nagyon sokat eladtunk, és minden nap, tehát tegnap is, sőt ma is jönnek hozzám, hiszen az önkormányzatnak valóban nincs területe ezen a részen, de rajtunk keresztül jönnek, hiszen rajtunk keresztül ismerhetik meg, milyen feltételekkel jöhetnek, mit tudnak odaépíteni, mit fogadunk szívesen, mit nem, de eddig még van nem volt, akit nem szívesen fogadtunk, hiszen olyan környezetszennyező üzemek vagy gyárak nem jöttek ide, ez benne van a rendezési tervünkben, és nem is jöhetnek, tehát itt nem kell félni akár az érdieknek vagy bárkinek, hogy ide olyan csarnokok jönnének. Én azt hiszem, hogy ez az 50-70 hektár jelen pillanatban kielégíti, de az önkormányzat és a képviselőtestület döntése alapján újabb 50 hektárt szeretnénk belterületbe vonni, úgyhogy ipari területre. Erre is van már igény, különböző országos, meg külföldi nagybankok már érdeklődtek, hogy ők csarnokokkal betelepítenék meg egyébbel, és akkor vagy kiadják, vagy eladják, de hát ez legyen az ő a vállalkozásoknak a gondja, baja, hogy mit csinálnak ezzel. Ezért szeretnénk egy olyan 100-120-150 hektára kibővíteni az egész ipari területet, hiszen az igényt azért látjuk, hogy van igény rá, és szívesen jönnek Sóskut a vállalkozások. Nagyon sokan félnek ilyen kis települések attól, hogy egy-egy ipari parkkal, autópályalehajtóval, stb. Éppen ez a meghitt jellege fog majd eltűnni egy-egy településnek. Sóskut az szerencsés helyzetben van ebből a szempontból, hiszen ez jobbára egy lakatlan rész, vagy pedig önök is tartanak ettől? Hát mindenki tart természetesen, én nem az ipari területtől félek, megmondom őszintén. Az ipari területekkel nekem per pillanat és a jövőben sem lesz problémánk. Én úgy látom a képviselőtestet, és úgy áll hozzá, hogy az ipari területünk nekünk a magától a lakott belterületi részektől kilométeres távolságban van, a legközelebb is. Tehát ez igazából a lakosságot és magát a falu és a település képét nem rontja. Tudnék olyan településeket itt a környékben mondani, ahol egészen rátelepült a városra, vagy a településekre, a falvakra ez az ipari terület, és szinte egybeolvad, és hogyha egy látképet szeretne az a településre fényképezni az ember, akkor csak csarnokot tud, vagy az a fő motivum. Nálunk ilyen nincs. Nálunk van olyan ember, még a faluba is, aki nem tudja, hogy mondjuk másfél éve áruházat nyitottunk. Tehát hiszen annyira kívülálló, annyira a településtől elzárt terület, ez az ipari terület, tehát nekünk ez nagyon jó. Én inkább a település hangulatát a lakóparkoktól féltem. Ez a legnagyobb gondunk, már ugye az első pillanattól kezdve ebbe tárgyalunk. Három és fél éve, ugye, amikor átvettem a polgármesteri széket, azóta egyfolytában tárgyalunk erről. Hát ez egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon-nagyon kemény folyamat. Sajnos Magyarországon arra nagyon nincs
még példaérték sem, amit mi szeretnénk bevezetni, hogy azok a vállalkozók, akik bejönnek és lakóparkot építenek, azok a két faipari termék, a bölcső és a koporsó közt mindent fizessenek ki a településre. Itt a képviselőtestület úgy döntött, hogy Sóskútnak a lakóparkok egyetlen egy forintjában nem kerülhetnek. Most, hogyha itt a környező településeket, a leggazdagabbakat levonva, ahol tényleg annyi pénz van, hogy már nem tudják mire költeni majdnem, a szegényebb településeknél bizony, ahol most lakóparkok vannak, még hogyha az ország leggazdagabb települései közé is számítanak hivatalosan egy főre vetített gépkocsi, meg színes tévébe, meg egyébbe, maga az önkormányzat nagyon szegény. Vannak olyan települések, ahol a napi egészségügyi papír beszerzése is gond, holott 6-8 ezer fős település, ahol ilyen 1000 forintos probléma nem léphetne fel, mégis fellép. Megmondom, mi az probléma ebbe. Az a probléma, hogy a lakosság szám bővülésével a fejkvóta nem fogja ezt fedezni. A fejkvóta körülbelül a lakosoknak a 80-85%-án, a költségének a 85%-át fedezi, a másik 15-20%-ot helyi adókból kell beszedni. Na most, ahol nincsenek jelentős, mondom, vannak itt nagyon gazdag városok, ahol van hatalmas bevétel, ahol nincsenek jelentős ipari területek, hiszen kijöttek a lakosok mondjuk az öldövezetbe, település a budai hegyekbe, és ők azt mondják, hogy ide bezzeg csarnok, ne jöjjön, ne legyen ipar, ne legyen semmi, itt csak én nagyon szeretnék élni, és nagyon szeretem a madárfüttyöt. Ez addig rendben is van, csak azt a 15-20%-ot ő adóban nem hajlandó befizetni, sőt a cégeit általában még Budapesten vagy más településeken hagyja, adót nem is fizet. Most ettől a pillanattól kezdve az önkormányzat vakarja a fejét, hogy ezt a 15-20%-ot hogy szedje be, csődhelyzetben vannak. A legtöbb polgármesteri hivatal ezeknél a településeknél csődközeli helyzetben van azért, mert nincs bevétele, nincs ipari bevétele. Nálunk hál' Istennek még per pillanat ez mindent fedez, és lakóparkok még nem jelentek meg. Lakóparkoknak kell kifizetni, mint említettem. Iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, kultúrház, könyvtár, rendőrség, posta, mindennek azt a fedezetét, amit ő lakost behoz. Világos, ez több száz millió forint, vagy akár milliárdos nagyságrend, de abból a növekményből, hogy ő mezőgazdasági külterületből egy belterületi telket elad, annyira több milliárd forintból ezt ki lehet fizetni. És akkor lehet szépen dolgozni, bár visszatérve az előzőre, azért ezer lakosonként körülbelül a 40-50 millió plusz költség kell. Na most ezt később is meg kell termelni. Tehát akkor is lesz még probléma, de legalább nem az alapvető ellátás van veszélyben, hiszen azért tudnék nagyon sok települést mondani itt a környékben, akinek nincs elég óvodája, nincs elég iskolája, több száz gyereket nem tud elhelyezni, azért mert lakóparkokat beengedte. Ettől mi... És hogy ne tegyem hozzá, pont amit ön kérdezett az elején, ugye, hogy is a hangulat. Hát igen, ezek a kis településeknek a hangulata már nem az. Itt már teljesen más a hangulat, itt már nincs az. Jelen pillanatban még azt meg tudjuk engedni nálunk például a karácsony előtt, hogy személyesen a családom és én, tehát a gyermekeim, feleségem visszük ki az idősebbeknek az ajándékcsomagot. Ezt egy nagyobb településen már nem lehet megoldani. Tehát az a hangulat, az a belsőséges hangulat, hogy én leülök egy 80 év felettiek, meg kapják nálunk, tehát a 80 év feletti idősebb vagy betegesebb férfivel vagy hölgyel, leülünk és beszélgetünk egy 10-20 percet, kinél mennyit vagyunk, ezt már nem lehet egy nagyobb településen, tehát ez a hangulat el fog veszni. Sajnos előbb-utóbb nálunk is, hiszen ezek belterületben van, területek, telkek, nálunk is be fog következni, remélem minél később. Még egy gyors témát említsünk, hiszen az időnk hamarosan lejár, ami szintén Érdet és Sóskutat egyaránt érinti, ez pedig az M7-esen túli terület, az úgynevezett laktanya, vagy nőtér, ami igazából Sóskuthoz tartozik jelen pillanatban, és ha jól tudom, akkor ez ügyben Érddel folynak a tárgyalások ennek a hasznosításáról. Igen, valóban felvetődött bennem először, bennem utána képviselőtestület felé is támogatást két felvetettem, és utána felvettem a kapcsolatot a polgármester úrral és a polgármester úrral Érden, hogy mi lenne a véleményünk arról a dologról, hogy magát az a lőtér és a laktanya rész és a Tihanyi tanya, tehát az iparos út végét, hogy közigazgatásilag természetesen ez népszavazás is kell, tehát ez egy hosszabb, több éves procedúra. Mi lenne, hogyha ezt Érdhez csatolnánk, vagy átjönne Érdhez, és Érd kapna egy északi városközpont lehetőségére helyet. Tehát ez egy több száz hektárt mondjuk átcsatolnánk ki Érdi közigazgatási területé,
és ott kialakíthatna Érd magának egy olyan északi városközpontot, ahol az iskoláit, óvodáit, bölcsődét, hiszen bölcsőde is kell most már azért ilyen településnél, kulturális helyeit ki tudná telepíteni, attól függetlenül még egy nagyon szép villanegyedet is. Na most hát azért ez egy hosszadalmas tárgyalások és megegyezések kérdése. Én azt hiszem, hogy ha mind Sóskút, mind Érd anyagilag is jól jár ebből, hiszen jelen pillanatban... Ez ilyen bizniszerben Sóskútnak? Hát ez Sóskútnak is ugyanaz a biznisz, ami mondjuk Érdnek a duplája. Tehát most azt mondom, hogy ha több száz hektárt kiengedünk Sóskút közigazgatási határából, akkor ezért természetesen pénzt kérünk. Azoktól a tulajdonosoktól, vállalkozóktól, akiknek ezek a területek most kézükben vannak. Viszont ezek a tulajdonosok ugye Érd felé is nyugodtan beszállhatnak, hiszen az a gyarapodás, hogy jelenleg, hogyha kimegy oda valaki, vagy szemetet talál, vagy egy lőteret, hogyha ezeket a területeket érti belterületi telkek, villanegyednek, vagy közintézményeknek a telkei, világos, hogy több százszor, vagy több ezerszeres értéke lesz ezeknek a területeknek, hiszen azért Érden sem olcsó ma már egy építési telek, főleg, hogyha oda kimegy az ember, és nem azt nézi, hogy most hol van egy szemét, hanem úgy magát a tájat nézi, és az egész környezetet, hogyha az rendben lenne téve, akkor bizony az egy rózsadomb lenne Érdnek is. És attól a pillanatok kezdve, hogy egy nagyon értékes terület ez, attól a pillanatok kezdve egy nagyon értékes magába anyagilag is. Hát ebből kellene néhány százmilliót mondjuk Sóskútnak adni, néhány százmilliót vagy milliárdos nagyságrendet mondjuk Érdnek, ami Érd meg tudná ott építeni magának ezt a városközpontot is. Én megítélésem szerint mind a hárman jól járhatunk. Ha normális a tárgyalás, akkor mind a három, mind Sóskút, mind Érd, mind azok a tulajdonosok jól járhatnak, akiknek a terület ezekben a pillanatokban a kezükben van. Ez azt jelenti, hogy van ebben realitás. Hát, hogyha józanul gondolkodik valaki, és nem pártpolitikával sínylányul, és nem arról van szó, hogy én betartok, meg nem tartok be, meg nekem ez nem az én ötletem, ezért nem támogatom. Ha ezt végig gondolja valaki normálisan, hogy Érdnek kell egy városközpont oda, vagy sem, én úgy látom, hogy igen. Lehet, hogy ettől függetlenül azt mondják az érdi pártok, hogy nem. Hogyha azt mondja Érd, hogy igen, és ennyi százmillióért, vagy ennyi milliárdért hajlandók vagyunk beengedni ezt a területet, és ott vagy területet kérünk ennek fejébe, vagy olyan pénzt, amiből ott egy középiskolát, iskolát, orvosi rendelőt, vagy amit akarunk, oda fel tudunk építeni, egy gyönyörű városközpontot, akkor hiszen ott most úgy alakítja ki Érd, ahogy szeretné, ahogy egy városközpontnak ki kell nézni, gyönyörű parkokkal, terekkel, mindennel, hiszen szabad keze van, nem egy bezsúfolt belvárosi rész, nem egy szűk utcákkal, oda egy nagyon gyönyörű városközpontot lehetne építeni, megítélésen szerint, de hát ezt az érdi vezetőknek kell eldönteni. Én látok benne fantáziát, anyagilag is jól jár mind a két település, és még a vállalkozások is. Én minden esetben azt remélem, hogy Érd és Sóskút nagyon sok esetben tud majd együttműködni a jövőben, és természetesen további sok sikert kívánok a település fejlődéséhez. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk vendégünk, köszönöm. König Ferenc, Sóskút polgármestere volt.